Június 14-én ünneplik a Véradók világnapját. A Makói Véradó állomáson önkéntes Véradó napot szerveztek. Ajándékokkal várták az önkénteseket. 2004 óta ünnepeljük a június 14-ét, a Véradók világnapját, a mellettem látható úriember emlékére, aki Karl Einsteiner, és 1868-ban született ezen a napon, tehát június 14-én, és az ő emlékére nevezték ezt ki a Véradók világnapjának, hiszen ő az, aki a négy alapvércsoportot meghatározta. Mi is készültünk az idei évben, mint eddig minden évben. Van egy helyi jellegű kis ajándékunk, amit a Bárka óvoda óvónéniei készítettek, nagy szorgalommal és ezúton köszönjük nekik. Illetve hát természetesen kapják a véradók az eddigi juttatásokat, a Mórahalmi, a Makói fürdőjegyet, Mohácsi emlékparkba egy belépőt, az 500 forintos étkezési utalvány természetesen és a csokoládét. Az idén kevesen döntöttek úgy, hogy a Véradók világnapján ellátogatnak a Makói Véradó állomásra, pedig a VR-re mindig szükség lenne. Ilyenkor a nyári szabadságolások idején egyébként is csökken a véradók létszáma. Elég sok vért használnak föl, ez ugye a betegségeknek a következménye is. Itt is nagyon sok vére van szükség, nagyon sok vért használunk föl, és hát változó a véradók aktivitása. Múlt héten volt egy nagyon rendkívül ilyen jól sikerült gumigyári véradó világnapunk. Most nem tudom, hogy ennek tudható-e be a mai részvétel. Ma nagyon kevesen vannak. Kimentek a behívók, természetesen a szokott helyeken ezt propagáltuk, de ennek ellenére nagyon kevesen jöttek el. Nyáron ugye a szabadságolások miatt egyre kevesebb a kiszállásunk, és az intézeti véradók létszámát próbáltuk növelni. Igyekszünk olyan plusz juttatást adni, mint augusztusban ugye a retro véradás, ami az idén is meg lesz tartva, illetve az augusztusi véradó tombola. Júliusban lesz egy kiszombori falunapi véradásunk, ami tavaly nagyon jól sikerült, bízom benne, hogy az idei évben is ilyen jól fog sikerülni.